Kedves művészet szerető, szépet és jót kedvelő barátaim! Egy újabb alkotással jelentkezem, amely nem éppen bohém élet, és nem ennek a felhőtlen, jókedvű, önfelett világnak az illusztrációja. Ez a festmény Jean-François Millet Kalászszedők című képe. Egy olajkép, amely Párizsban a Musée d'Orsay-ban található. Festmények csodálatos tárházában, amelyek az emberek számára oly sok örömet jelentenek, az egyik kedvencem ez a kép is, ezért is választottam a mai alkalommal, de nem csak ezért, hanem időszerű is. Korábban is próbáltam bizonyos szempontból aktualitásokhoz kapcsolni a választott képeket. Az aratásról van szó, amely hát egy kicsit azért késik, hogyha belegondolunk, akkor Péter Pákon június végén kellett volna már aratni, de hát az időjárás az minden évben új és új kihívások elé állít minket. Most gőzerővel dübörögnek a gépek a földeken, és pont a kép témája az némileg talán ellentétes is azzal, amit a mai napokban is, meg a mai világunkban tapasztalunk, amikor is minden nehéz munkát átvettek a gépek. És azt hiszem, hogy ez rendjén is van, gondolhatjuk. Amit csak lehet, építkezésektől kezdve az energiatermelésen keresztül gépesítünk, és egyre nagyobb lendületet kap a robotizáció, a high-tech, és mindenhol olyan technológiákat alkalmaz az ember, amely lehetőleg most már egyre kevesebb energiafelhasználással egyre hatékonyabb. Hát ennek persze azért vannak határai. És ilyenkor mindig felmerül az a kérdés, hogy mi az ára ennek. Most ránézek erre a három asszonyra, és egy csomó gondolat tolul fel bennem. A kép címe Kalászszedők. Maga az munkafolyamat az aratásnak a legutolsó fázisa. Annak idején az aratás, ez mindenki tudja, hogy kézi erővel történt, a férfiak fölálltak hajnalban hadrendben, miután megittak mondjuk egy felest, kis energiagyűjtés és ébresztő gyanánt. Felálltak a lakzatba, tényleg úgy, mint egy kis hadsereg, és egymástól megfelelő távolságra, kaszányi távolságra elindultak. És közben, amiközben haladtak, persze ment a beszólogatás, meg a viccelődés, meg egyebek, de alapvetően egy kegyetlenül nehéz munka volt, amit a lehető legkisebb energia felhasználással kellett elvégezni. Ha valaki látott már kaszáló embert, hát annak a mozgása az talán a tánchoz, a könnyed tánchoz hasonlítható a leginkább, semmiképpen sem az erőködéstől, meg a szamuráj csapkodástól hangos az arató mozdulata és munkafolyamata. Ahogy lengetik a kaszát és haladnak előre, dől a gabona rendre. Ezután a következő folyamat a kévébeszedés. A képen egyébként hátul látszik ez. Megpróbálom kinagyítani annyira, hogy láthassuk, hogy hogyan szedik a kévébe. Tehát ez a képen tulajdonképpen az aratásnak minden fázisa, kivéve magát a kaszálást, az látható. Itt hajlonganak az emberek, szedik a
a kévébe a gabonát. Itt látszik, hogy az asszonyok rakják a gazdakat. A gazdakat aztán kocsira teszik, a kocsi elviszi a gabonát a malomba, illetve bocsánat, előtte csépelni. A cséplővel kicsépelik belőle a szemeket, és aztán szállítják, és végül pedig megy a malomba is, liszt lesz belőle. Tehát ezek a folyamatok azok, amelyek itt hátul látszanak. Először nézzük meg a háttérben lévő részleteket alaposan, és talán itt a lóháton látható a gazda, aki irányítja az egész folyamatot. Tehát ez nem, az aratás az egy nagyon precízen és pontosan megszervezett folyamat volt, hiszen nagyon sok múlt rajta ez a következő évig abban, ahogy ma is egyébként. Na most, mitől döbbenetes ez a kép? És alapvetően azért, amikor ezt a képet megfestette 1857-ben, akkor azért nem voltak olyan nagyon komoly elismerések, vagyis hát elég, inkább úgy mondanám, hogy ahogy szokás ma is, tehát ebben semmit nem változott a világ, komoly kritikákat is kapott, tehát nem tapsolt neki mindenki, de ő csak azokkal az emberek akart foglalkozni, akik a természetben dolgoznak, a természet erejét dacolnak, küzdenek, és ugyanakkor pedig saját kezűleg termelik meg mindazt, amire szükségük van. És ezért ez ilyenkor így elgondolkodtató, hogy tulajdonképpen ezek az emberek mindent izomból végeztek, nem jártak konditerembe, hogy fejlesszék magukat, kőkemények voltak, még az asszonyok is. Rájuk majd még szeretnék visszatérni. És közben pedig saját maguknak termeltek és hoztak hasznot. Tehát ezt majdnem úgy mondhatnám, hogy olyan konditeremben jártak, ahol nem nekik kellett fizetni, hanem őket fizették. No, tehát ez a természetben végzett munkának a hatalmas előnye. De természetes, hogy nagyon fáradtságos, hihetetlen fáradtságos, és nem olyan termelékeny, mint amilyen ma, hogy a megnövekedett létszámú emberiség számára sokkal több élelem kell, és hát ezt kézzel elég nehéz lenne elvégezni. Ma már egy gép végigmegy a földeken, a magok csépelve a mellette lévő teherautóra, vagy pedig ha öngyűjtő a gép, akkor saját maga gyűjtő össze magukat. Csépelve ott kerül a kész mag, és köpködi ki maga után a bálákat, szép kis gurigákba, ilyeneket szoktunk látni a földeken. Úgyhogy hol van ez már? Ettől a nagyon nehéz munkától. Úgyhogy akkor most tisztelegünk egy kicsit a földön élő és kétkezi munkát végző kalászszedő asszonyok előtt. No, hogyan és milyen módon festettem meg számomra, szerintem? Mi ezt a képet? Miért nyugöz ez le engem? Erről szeretnék egy pár szót szólni. Az első dolog, ami nekem nagyon tetszik ebben a képben, hogy ez tulajdonképpen olyan, mint egy fázisrajz. Hogy a fázisrajz egy képen mozgást fejez ki, egy folyamatot fejez ki, egy olyan folyamatot, aminek van kezdete, van vége. Igen, de itt egy olyan fázisrajzot készít, ami tulajdonképpen önmagában visszatérő. És tökéletesen érzékeljük azt a mozgást, ahogy szedik a gabonát. Nézzük egy kicsit közelebbről. Tehát íme itt van a három nő alak. Az első az kék kendőben, erre is visszatérek majd a kendőkre. A
nyújtott kézzel közelít a föld felé, és látjuk, hogy nagyon közel kerül hozzá, hiszen a kéz és az árnyék, amely nem ér össze, itt azért van egy távolság. A kéz és árnyék közötti távolság mutatja, hogy a földön lévő galászt igyekszik, meg közelít felé. Tehát ez az első közelítés. A következő, második asszony piros kendőben, vagy vöröses kendőben, nézzük a kezét, megfogja a kalászt a földön. A jobb kezével, és a harmadik asszony az érdekesen komponált, nem ott guggol mellettük, vagy hajol mellettük velünk szembe, pedig úgy lenne a logikus, ugye természetesen, hogy ha ők ketten így vannak, akkor mellettük ott szépen velünk szembe, ott a harmadik. Igen, de ebből nem lenne kép. Ez egy unalmas kompozíció lenne. Miért ezt az asszonyt háttal állítja nekünk, elforgatja az előzőkhöz képest, mint egy derékszöggel, elforgatja ezt az asszonyt, és meghajtja a derekát. Mert akkor gondolkodjunk logikusan, elforgatja, jó, hát akkor miért nem áll egyenesen? Tehát ő közelít, megfogja, ő meg egyenes, felemelte a kalászt. Itt a harmadik fázis. De nem, a test meggörbül, és nem mindegy, hogy milyen irányba görbül, mert nézzük csak visszafelé, és akkor megint egy picit távolítunk, visszafelé görbíti Mié, ebbe az irányba görbíti. Miért? Azért, hogy a folyamat újra elinduljon. Ez az irány egyrésztről, van egy másik funkció is. Tehát ez az irány, ez visszaterel minket újra a legelső kékkendős asszonyra, aki közelít, a második megfogja, aztán ő megint fölemeli. Közelít, megfogja, fölemeli. És ez soha nem ér véget. Na ennek a munkának hát idézőjelben mondom, hogy kilátástalansága, vagy monotóniája. Ez a legtökéletesebben lett így megalkotva. Hát ezért lett ez világhírű remek mű. Ezért szerepel nagyon sok helyen. Múltkor éppen egy boltnak, egy raktárának a falán láttam ezt, kérdeztem az eladót, hogy miért tette oda ki, azt mondta, hogy a nagymamájának a kedvenc képe volt ez. Hát nem véletlen. Ők még emlékeznek arra, hogy milyen a kalászszedés. Aztán az is egy nagyon érdekes dolog ebben, hogy vannak a inaktív, illetve nem inaktív, hanem a tartó kezek, tehát amik a kalászt, összegyűjtött kalászkat tartják. Na ezeket is nézzük meg közelről. Ha már itt ilyen aprólékosan próbálunk a képpel zöld ágra vergődni. Az első asszonynak a keze hátul van. Ott fogja a kalászokat. A második asszonynak a keze véletlenül sem lesz ugyanott, mert az megint csak unalmas és banális lenne. Maga mellett van, így derékszögből behajtva, és fogja a kalászokat. És akkor a harmadik asszonynak a keze maga előtt van, kicsit rá is támaszkodik, ahogy megpihen, hogy a fájó derekát egy picit pihenteti, és a másik keze az, amivel ugye nyúlhat és nyúlt a kalászhoz, az éppen menet közben van. Tehát pontosan azt támasztja alá, amit az előbb mondtam, hogy a jobb kezek azok a folyamat aktivitását jelzik, míg a bal kezek az a gabona tartására berendezkedett kezek, feladattal rendelkező kezek, azok pedig a lehető legváltozatosabb ritmusban vannak elhelyezve, finom inaktivitásban. Tehát a kezével nyúl a földön lévő gabona felé, amit ugye az elsőnél láttunk, az a második. Na most a szerint van például a testtartás.
a testtartása, amely visszavezet a legelsőre, de nem csak oda vezet vissza minket, hanem visszavezet minket, beköt minket a háttérbe. Hogyan köt be minket? És akkor itt beszélnék a kendőkre, amire először utaltam, hogy itt van a három kendő. A három kendőnek a színezése az számunkra teljesen egyértelmű. Igen, ám csak egy ilyen zseni, mint a mié, akiben hihetetlen mély alázat volt a természettel foglalkozó emberek iránt, meg szeretet is. Mié nem akárhogy festi meg őket, hát bármelyiket össze lehetne cserélni. Miért nem ez a kék például? És miért nem ez a sárga? Miért nem ez a piros? Tehát lehetne itt kis kombinatorikai játék, úgy variálni a kendőket, ahogy csak lehet, egy jó pár variációt létre tudunk hozni. Na most, miért pont ez a sárga? Miért a kékkel kezdődik? És miért ízik föl a vörös középen, és aztán miért lesz itt a sárga? És ez számunkra teljesen egyértelmű, hogy hát ez csak így lehetett volna megfesteni. Meg a zöld nem is illik idebe, a lila pláne nem. Ezek teljesen természetes színek. Miért? Mert ezek a főszínek. Kék, vörös, sárga. Ezek a főszínek. Az alapszínek. Az ős harmónia. Ugye a három főszín. De miért pont ide a sárga? Azért, mert ezzel a sárgával beköti a háttérben lévő kazlaknak a sárga értékét. Nézzük meg. Gyönyörű harmónia, gyönyörű ritmus. Sárga, 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 sárga. És így az előtér, amelyben ilyen elég markánsan, sötéten jelennek meg ezek a figurák, ez gyönyörű szépen bemegy a háttérbe. És az egész képet körbejárja a szemünk, az előtérhez szervesen kötődik a háttér. Ahogy minden remek műnél, a háttér nem csak úgy van, hogy úgy lássunk valamit az előtérben, hanem a háttér nagyon fontos része az előtérnek, és a kép egésze így nyer értelmet. És végezetül szeretnék egy... Sok mindent lehetne még róla beszélni, de hát az időnk azért hadd legyen korlátozott, mint ugye általában az szokott lenni, hogy egy teljesen szubjektív gondolatot még engedjenek meg nekem. Azért is szeretem ezt a képet, mert mindig eszembe jut az a fajta igazi környezetbarát, igazi ökoszemlélet, amivel mi rendelkeztünk emberek. Csak éppen azért, mert talán egyre többen vagyunk, meg egyre kényelmesebben akarunk élni, de talán azt hiszem, hogy ennél fontosabb, hogy egyre nagyobb a profit ereje és a profit égség, amely az időt felgyorsítva újabb és újabb eredményeket és értékeket kíván felhalmozni. Ezért felgyorsult az életünk, és erről a képről pedig az élet egy sokkal inkább biztonságosabb, nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb, lassabb, visszafogottabb harmóniája sugárzik, amiben az, hogy az asszonyok a kalászokat is összeszedik, az azt mutatja, nekem nem azt mutatja, hogy annyira nincstelenek meg szegények, hogy a kalászokat is gyűjteni kell, hanem azt mutatja, amit én még megtapasztaltam fiatal koromban a vidéki embereknél, hogy nulla szeméttermelésük volt. Mert mindent, amit lehetett, fölhasználtak, a tyúkok kibogarázták, illetve kimazsolázták, illetve kiszemezgették mindazt, amit a tyúkudvarnak a közepén felhalmozott dombra haigált a házasszonya. A zöldségtől kezdve a gyümölcs csutkáig, alma csutkán keresztül a krumplihéig mindenfélét, és aztán azokat összetrágyázták, az ott szépen komposztálódott, és az kikerült a kertbe trágyaként. A száraz anyag pedig a fa, stb. Az ment tüzelőbe, a kukoricacsutka ment tüzelőbe, és mindent, amiket abból energiát, hőenergiát készített a vidéki ember, és a többit pedig felhasználta. Úgyhogy a
kukákra nem volt szüksége a vidéki embereknek, egyetlen egy esetben kellett már kukákat rendszeresíteni, ez pedig már a 70-es évektől kezdve főként, 70-es, 80-as évek, amikor kezdtek felgyűlni a műanyag csomagoló anyagok. Úgyhogy onnantól kezdve szükség volt a szeméttárolókra, de addig tulajdonképpen nem. És végezetül pedig az asszonyokról hadd ejtsek egy pár szót. Mié nem a habos-babos ruhácskákba öltöztetett szép nőket próbálta a kép előtt teri bejezni. Az is gyönyörű lehet, és abból is fantasztikusan jó képeket lehet készíteni, hogyha valaki ezt jól fogja meg természetesen. És azzal is lehet az emberek lelkének üzeneteket küldeni. Ez a kép, ez egyrészt eltakarja az arcokat, nem látjuk az asszonyok arcát. Talán a félig felegyenesedő asszony arcából látjuk a legtöbbet, de az sem szépnek ábrázolt, csak éppen arcnak ábrázolt. A ruhájuk az nem éppen a legdivatosabb, úgy is mondhatnánk, hogy munkaruha, de mégis a nők hősiességét, a kitartását, a álhatatosságát, áldozatkészségét érezteti ez a kép számomra, ahogy mennek a végen láthatatlan hatalmas területen, és hajlonganak, szedik a gabonát a lehető legnehezebb és legfájdalmasabb, fáradtságosabb munkát végzik, mint ahogy általában a nők többsége egész életükön keresztül. Hát ezt szerettem volna a mai alkalommal hozzátenni, és dicsőség és hódolat a nőknek. Szóljon értük Rodolf áriája Pavarottival.